Mikor a káposzta ágyak közelébe ért soror Virginia meglasította a lépteit, és komolyan, mély főhajtással köszön dicsértességet az öreg szelényinek, aki egészségi sétáját végezte ott, a zsírfoltos reverendában, fakószínű öreg esernyővel a hóna alatt. Az öreg pap lemelten nagy karimájú poros kalapját, és kövér, hamiskás arcát, mely olyan volt, mint egy jó indulatú, kedves vén mosolyogva fordította az apáca felé. Na, még nem is tudja az újságot, Csorar Vérzsénia. Megjött a rumkorf gépünk. Igazán, tanár úr? Na, annak örülök. Mosolygott vissza a nővér, és barna szép arcáról eltűnt a felindulás minden nyoma megint a szokott nyájas, udvarias és nyugodt volt hangja tekintete. Jöjjön velem a kerti iskolába, akár mindjárt bemutatom. Ajaj, micsoda hosszú kacskaringós, és tergő, és isten nyilákat tudok én magának abból kicsalogatni. Micsodákat? Olyan kunkorgós farku, gírbe, gurba, csavírgós, étgi csodákat, nővér. Azám olyan huncut egy masina ez. <laughs> Nem mondja. <laughs> Nevettek. Az apácák hozzá voltak szokva szelényítat a modorához. Ki szívesen elhamiskodott, eltréfált velük. Jól tudták, hogy az öreg úr példás tiszta életéről híres a püspöki városka minden papja között. Ha meglátja nővér, megjön a kedves, kiguberál nekem még egy röngen készülékre valót is. Fél esztendeje zsorva állok érte. Na, jön? holnap, kedves tanáról, holnap délben benézek egy percre magához a fizika szobába. Most annyi dolgom van. Ej, menjen, maga silány historikus. Már az igaz, hogy a fehér nép meg a természet tudományok. Na, jó, mindörökké. Hozza magával azt a magdolnát is holnap. Majd megexamináljuk, majd kisül mennyit ért a tengeren túli doktori diploma. Ó, azt nem legesse neki soha, kedves tanár úr fordult vissza Virginia, és arca élénkebb szint váltott egy pillanatra. Soror Magdolna itt csak szerzetes nő kíván lenni, és semmi egyéb. Bántja minden emlékeztetés világi életére. Én tudom, azt észrevettem, bár amilyen finom nem említi soha. Semmi híjúság nincs ő benne, valósággal csoda. A bizony, fenomén, egy földre szállt angyal, egy hősnő, tudom, tudom. <laughs> no, megyek, most már komolyan dicsértessék. Élénk arcjátéka csak hamar elnyugodott. Csendesen haladt a pöszmétes sorok közt. A nagy olvasó csont szemei halkan zörrentek ruhája mélyredői közt. Arcát oldalt fordította a nyugvásra hajló nap iránt. Úgy szerette ezt, ha félig huny szeme pilláira sütette enyhe őszesti sugarait. S még elgyönyörködött, belsejében fegyelmezett érzéssel sietve gondolta el mi a teremtő alkotásai, mert enélkül véteknek hitte volna bőre szeli dörömét. Jobb felől a kandidátnők kertjében fekete abbégalléros lányalakok sétáltak a lombok között. Őket is most terelte össze párba a drótkerítés mellett Bertolda anyás sürgető szava. Köszöntötték egymást messziről, a novíciát főnöknő töltsért formált két tenyeréből. – Hogy van a vürdége? – kérdezte kiáltva. Jókodó aggodalom zengett át a kert fölötte kíséreket hangban. Egyformán, délután felszökött a láz, imádkozzatok érte. – Igen, igen! – Bizonykodott kiáltva sok fiatal hang, fehér kezek emelkedtek a magasba, és keresztet írtak a halvány arcok előtt. Virzsénia tovább ment, a kertész háza előtt kínált a kisfiú, három éves, csöpp, totyogós, az inge kicsüngött hátul. Közönösen bámult az apárcára, és tovább majszolt a barna kenyerét. Már megszokta ezeket a fekete néniket születése óta. Virágágyak közt vezetett ki az út a kertből egy boltozatos kőkapunát. Már hullatta magját az a különös, nagylevelű növény, a kertés sosem tudta nevét, melynek tojás alakú, kemény szürke terméséből olcsó rózsafőzérek személyeit készítették a jelöltek, szegény asszonyoknak, jámbor, egyesületi nénikéknek ingyen osztogatni valókat. Egyik oldalon téres udvar látszott fiatal, nyírot akácokkal. A tart széles marha kapun most jöttek be a csordáról a zárda tehenei súlyos, teli tőgyüket alig bírva, békésen és bután cammogtak el az apáca mellett a távolabbi istálók felé. Ő kitért nekik megállva, és elfordította arcát. Valami bizonytalan érzéssel nagyon csúnyának látta ezt a sereg trágyás állatot, a nőstény termékenység lelógó terhével. És ellenszerül egy szép természetrajzi olvasmányra gondolt, mely közgazdasági szempontból tárgyalja-e hasznos házi állatot. Holott Virginia eszes és tanult nővér volt. Átment a gazdasági udvaron, az itatókút előtt és balra tért. Egy széles, sárga, földszintes épület ódon és parasztos tornácoszlopai fölött ez volt a felírás. Szent József ápolda Szegény sorsú katolikus elaggottak és rokkantak részére. A bejáratnál egy alacsony nátszéken egy apáca gugolt. Két csuklóban a térdén pihent. Így lógott lefele tehetetlenül, sárgán és soványan mint egy csontvázé. Kiaszott arca tele volt apró bibircsekkel, kisé mégis puffadt bőrű és olyan színű, mint a régi elefántcsont és mégis volt valami kedves, valami gyermeki ezen a lehetetlenül vén arcon, a fénytelen szemek merev elbámulásában, a kis vázfej ritmikus bizonykodó bólogásában. Így ült már csak naphosszat és álmélkodott. Több volt száz évesnél. Már föl volt mentve minden böjt vezeklés, lelki gyakorlat alól. Nem kellett már térdelni a templom kövén, még a napi olvasót is mindegy volt, hogy elmotyogja-e. Soror Márta már nem is védkezhetett a földön. Gelobsejt, hogy van ma kedves nővér? lábalta át vérzsénia az itatóvájukat, hogy hozzájuthasson. A fehér fátyras múmi arc még nem mozdult, tampolt érzékelése még nem fogta fel a hangot, a közeledő alakot. Hogy van? kérdezte az újból egészen mellette akkor felnézett rá, és behúzott reszketek ajkával, megtört szemeivel, mosolygott. Nagyon jól, felelte németül, meglepően tiszta volt még a hangja. A kegyelem nem hagyott el engem, Isten alázatos szolgálóját. Úgy süt rám a nap. Szeretem még élni, és Veszter Márta. Szokás volt az árdában, ki tudja hány év óta már, hogy ezt kérdezték ettől az ember csodától, az úr egy száz éves szűzi jegyesétől. És tudták, hogy mindig ugyanaz rá a felelet. Akja, hogy ne, még Isten megengedi. Nem vágyik már az üdvösségre, a szentek társaságára? Nem kívánja az Isten színről színre látni? Ah, még ne, most még ne és kis vászfeje gyorsabban kezdett bólogatni. Minek sietni? motyogta. Minek úgy sietni? De évig kajd dauert, évig? Ennyi maradt meg sok ezer mise, bőti nap és olvasó mondás után. Ennyi, e száz éves lélekben. Az öreg valóság úgy is örök. Minek sietni, mikor úgy süt még a nap? A vendég elköszönt innen is, gondolkozva, kisé lehajtott fővel ment tovább. Szép délceg járása már az iskola udvarban tűnt fel. Innét könyökölt félig a kertbe, nagy ablakaival a virágos ágyakra szép modern új épület, szellős nyílt folyosóival, egész derűs, világos és komoly higiéniájával. Jó eső emberi érzéssel nyugodott rajta a nővér tekintete. Ezt szerette tán legjobban. A friss és eleven munka, a nyílt és büntelen tudásvágy a kedves házát, mely félig az ő műve volt. Mert nem lehet vétek hiába. Vonzódni a világossághoz. Nem. Mert hisz a poklok urát, a sötétség fejedelmének mondják, és lám, soror márta, aki szent, mint egy kisgyermek, hogy szereti a napfényt. Kisé összezavarodott mégis, és tanokat, vallási formulákat keresgélt, mint rendesen, hogy magára alkalmazza. Már ott volt a nagy ház előtt. A kettős, ó alakú épület túlsó udvarán balszánybéli társaság ült a nagy gesztenye fa alatt. Imádkoztak vagy beszélgettek. Tán az úr angyalára gyülekeztek már esteli harangszóra. Virginia megösmerte a szigorú Leonát, a kedves Simoneát és Evelinát, a szentet, de még javakorban levő nőt, ki csak önsanyargatástól, bőjtől, álmatlanságtól öreg. Derékban mélyen meghajolva köszönt feléjük messziről, s karban feleltek, aztán befordult a másik udvarra, ahol a szivattyús kút volt tömjén és kömény levesz szét itt már szüntelenül. A templom és a konyha meg a refektóriumok fölszintje nyílott ide. A hűvös folyosóra érve váratlanul hirtelen tört rá egy nagyon testi érzés. Észrevette, hogy éhes. Írás munkája volt, elmulasztotta az uzsonnát. Vajos kenyere ott lesz még érintetlenül az apáca éterem asztalán az ő helyén. Beszaladhat elfogyasztani, az ő vacsorájukat majd csak fél kilenckor tálalják. De nem megy be. Most csak azért sem. Ilyen apró önmegtagadásokat nem szabad elhanyagolni. Nagyon hasznosak a lélekre nézve. Sokszor még inkább, mint egy nagy lemondás, mert azok könnyen tesznek gőgössé. És életkorához képest szokatlan intenzitással érezte most a gyomor kívánságát fontosságra jutott minden ezekben az életekben, mert lelkileg foglalkoztak vele, és az érzéki csábok világa ennyire terjedt náluk mindössze. Szinte elszédült, hogy a fordulónál elhaladt. Az óvodából mostolongtak ki a portának nevezett kapón a város apróságai. Pöttön fiúk, lányok, lármás kis hadserege. Soro radél erős, teli hangja, szép farusias magyar beszéde hallatszott pattogva, szaporázva, hogy terelte őket. Egy alvó kisfiú az ölében, a göndör széles, telt keblére szorítva, egy pityergős kis mocskos az apáca szoknya ráncait cibálta. Ez az Adél még most is az a bátor, egészséges, földbirtokos lány, az a szép, friss, erős főispán kisasszony, gondolta ezt Virzsénia. Tíz éve van itt, és nem lehet komoly kifogás ellene, mégis semmi apácás modor szokás nem ragad rá most is kilép a kapun kicsinyekkel, utánok néz egy darabig, s őt is akárki láthatja ez alatt. Nem, ezt mégsem szabad tennie. Ott vannak az ovónő képezdések. Az ilyesmi rossz megjegyzésekre adhat okot a világiak közt. A látszatra vigyázni kell annál inkább, ha a kívül élőkre személyesen hatni, néha velük érintkezni is akarnak, lelki javukra munkálkodván és az meg micsoda suttogás ott a lépcső alatt. Persze Gregoria a társalok Frénik fő főtisztelendővel. Frénik a portaszoba mellett irodában dolgozott itt a számadásokban, de ilyen alkonyattal hazamehetne már. Igaz, hogy Gregoriával unokatestvérek és egyházi férfiút vétek volna két teljel illetni gondolatban, de a nővér mégis túlzásba viszi. Aztán beteg is, meghülhet itt a nyitott kapu szélében. Szólni kellene neki, tán kötelesség is volna. Hogy tudhassa ilyenkor a lelki ismeret, mi a helyes cselekvés? Mit sugal igazi szeretet és nem gáncsos irítség, rossz akarat? Az volna csak ugyan? Hm. A legnyíltabb fejűt is közülök elfogták néha ilyen kínzó, aprólékos, lelki kételyek. A templomba bizony oda kell most bemennem, mondta magában. És ahogy a szentelt vízzel homlokához ért az ajtónál, Éjségét, testi rossz érzését, mintha elvágták volna. Ezt jónak, az őrző angyal bíztató jelének vette. Az első kisoltára fájdalmas anyáé előtt borult le, és a térdeplő álványra támaszkodva két tenyerébe rejtette arcát. A templom néma volt és üres. Lelki vizsgálat formájában sietve felidézte utolsó óráját, ne találni védkeit büszke volt ma szegény Kunigunddal szemben, igen, testvéréetlenül bánt vele, kifogyott a szelítségből. Ha ő vele is úgy tenne az, akinek szeretetére vágyik, akinek helyeslése fontos előtte. Hm. És gondolatban az imént csak nem megítélte Gregóriát, mert kell látta, alatt nem tréfálta elő maga is percekkel előbb szelényi papával. Hm. A szombati gyónás előtt bocsánatot kell kérnie minden társnőjétől. Majd kibékülnek az öreggel is a szokott formoságok közt. Jobbról balról arcon csókolják egymást alig érintve. De változik-e valami ezzel? Bizony az öreg kunigón bizalma oda van egészen az ügyek iránt, melyek pártolására hangolni akarta. Pedig vannak, akik őre áll sokat adnak, kivált a fiókháziak közül szókimondó nyers beszéde tetszik, egy-egy furcsa, józan, paraszti megjegyzése szájról szájra jár. Hiába az öreget most már el kell ejteni. Senki hozzá nem békélteti az ő terveihez többé, mert a csúnya vétkes féltékenység ébred fel benne. Az amerikai soror. Ezt hozta ki őt is a sodrából, ezért hagyta ott haraggal felháborodva, Ó, mert hisz Isten látja, mi más az ő nemes barátságok egy kitűnő drága teremtéssel, az ő lelkes hódolata egy kiváló nő iránt, milyen más, mint ezek a félszeg ragaszkodások, e homályos, burkolt érzések, titkos, izgalmú hajlamok. Nem lehet, hogy Istennek ne tessék az ő érzelme, és csak jobb, külön bóhajt lenni általa és a magdolna kedvéért. Isten, ő bizonyal maga megértés. Én csak mint valami végtelen, erős és tiszta hajlamot tudom elképzelni, mely minden létező felé szabadon és vég nélkül kitárul. Ezt mondta ő, Magdolna, a nap az a nővér, aki az élet viharában élte ifjúságát, aki mindent látott és ismer, mindenen nyugodtan, aggályok nélkül tud gondolkodni aki nem hunja le szempilláit az ima ájtatában, sem fölfelé nem fordítja szemeit, hanem tiszta, okos tekintetével, nyugodtan, figyelmes arccal néz maga elé a misén, kezét ölébe nyugtatva ül, és csak akkor térdel le ha az oltárnál folyó szertartás kötelezi. Ó, milyen csodálatosan finom, előkelő lelkű ez a nő! Milyen biztos, egyszerű és mély természet, milyen derűsen és megtisztultan szent, csak a tökéletesedés útja lehet őt példaképül választani. De mégis, vajon nem foglalkoztatja őt túl az Istennek tetsző mértéken? Szabad-e földi lényre, eredendően bűnös emberre így gondolni? Nem gőge már az is, ha a saját érzelmét oly magasra tartja, többiek fölé helyezi? Ó, uram, ne vigy kísértésbe, de szabadíts meg. Igen. Ha oly nyugodt, biztos volna a lelki élete, mint a Magdolnáé. Ha ő is úgy látta volna a világot, igazi bűneivel és igazi kísértéseivel. Ó, ezek a hányódások, e görcsös tusakodás. Talán Isten próbálja csak, melyel választottjait látogatja Kempis szerint. Ideges dolgok ezek csak, szokta ő Magdolna mondani. Céltalanul fárasztják az érzéseket, és nem visznek közelebb a jóhoz. Milyen más, milyen jótevő, enyhítő az ő erkölcsi nézete mindenben. Kő fátyoros hangú csengettyű szó az ávéra hív már, és ő itt, a szent helyen elfelejtett imádkozni. Vérzéni a forró akarattal görcsösen kulcsolta össze kezét. Szeme fehérét a szokásos, egzaltált kifejezéssel fordította magasba, aztán lassan félig lezárt a sűrű pillás szemhéját ahogy ezerszer tette, hogy mindenki mástól látta itt, egynek kivételével. Az úr a köszönti Máriát, ső mélyébe fohanna a szentlélektől, Suttogta.